Köszöntöm a kedves nézőket a Weekend második részében, akik velünk tartottak már a kezdetektől, vagy a híradó előtt csatlakoztak be a műsor nézésébe, azok már biztos nagyon várják következő vendégeinket. Angyal Zoltán első vendégünk, aki hát egy angyali logó látható itt a kis termékein, aki azt gondolom, hogy Isten áldását viseled a kezedben, mert hogy fantasztikus dolgokat készítesz, amiket itt ma elhoztál nekünk, azok vágódeszkák, de nem is akármilyenek, és én itt említettem a nézőknek, ugye, hogy te nagyon sok minden mással is foglalkozol, gondolom, hogy a fa az egy olyan gyönyörű élő anyag, ami azért meglehetősen sokféle ihletet ad, és szinte mindent el lehet készíteni fából. Zoli, arról mesélj, hogy egyáltalán hogyan kezdődött a te szerelmed ezzel az anyaggal? Hát a fával nekem még a nagyszülői múltra visszatekintve nevelő apámnak az apja asztalos volt, aki fával foglalkozott, és annyira tetszett a műhely, illetve a fának az illata, a szaga, hogy... Gyakorlatilag ott töltötted a fél gyerekkorod? Hát én igen, intarziás kis berakásokat készítettem, gyalultam a fát, vágtam a fát, pakoltam a szerszámokat a műhelyben, és én már akkor szerelmes voltam ebbe az egészbe. Aztán gondolom, hogy volt egy kis idő, és aztán az, amire végre rátaláltál a saját hangodra, ahhoz biztos, hogy az élet még ide-oda pakolgatott, mire aztán egyszer csak megteremtődtek a feltételei annak, hogy te végül is a saját márkáddal most már ugye a piacon légy. Ezek itt, ezek a gyönyörű szép, azt mondhatom, hogy intarziás vágódeszkák, vagy valami ilyesmi technikával készülhetnek, ezek sorszámozottak, ha jól tudom. Tehát egy ilyenből csak egy van a világon. Úgyhogy ha valaki tényleg maradandót, vagy rendkívülit szeretne, akkor téged kell keresni. Na akkor a technikáról egy kicsit hadd faggassalak. Hogy készülnek? Valójában nem nagyon van nagy történet a fákban. Olyan fákat válogattam össze, amik önmagukban is védekeznek, tehát ezek a fák, amikből a vágódeszkáim készülnek, megölik a baktériumokat. A bennük lévő cselsav tartalom olyan magas, hogy a vele érintkező anyagokra úgymond olyan hatással vannak, hogy semlegesítik őket. És az a párfajta fa, ami erre alkalmas, azokból válogatom össze a vágódeszkáimat, és készítem el egyedileg őket. Maga a vágódeszka nem csak vágódeszka, hanem akár tálaló is, mert ha már van egy vastagsága, és ki lehet használni a vastagságát, az űrtartalmát, akkor miért ne? Tehát ez egy nagyon-nagyon régi gondolatom és tervem, amit valójában most meg is valósítottam vágódeszka formájában. Mert akiknek faragott bútorokat, vagy akár bútorokat készítettem, azoknak mindig kedveskedtem egy ajándékkal, vagy a barátaimnak, és ez nálam egy ilyen több, mint egy évtizedes történet, hogy a szereteimet, barátaimat vágódeszkákkal leptem meg. Mostanra ez meg úgy érett meg bennem, hogy terméket készítsek belőle, és mivel mindegyiket egyedileg készítem, tehát ilyen kis szériában, mert egy vágódeszka körülbelül egy olyan hét alatt van kész, mire tökéletes állapotban van. Itt azt szeretném demonstrálni a nézőknek, amiről az előbb beszélt Zoli, tehát ez itt egy vágódeszka, csiribi-csiribá, és akkor lett belőle egy ilyen nagyon szép kis rusztikus tálaló, amire ugye kérhetnek a hagymát, paradicsom, uborka, sült tarja, jó kis puha kenyérrel, tehát a klasszikus finomságokat. Vagy a másik oldal az, amikor egybe van egy hatalmas tányéró, és akkor valójában ebből elég sokfajta forma létezik már, most itt csak kettő látható, de tehát elég különleges formákat, amik az életben is használhatók, találtam ki. A fák ragasztása az bioragasztóval történik, illetve maga a kezelésük is bioolajjal vannak fürdetve. Minden már arra van kitalálva és kifejlesztve, hogy az élelmiszeriparon belül, illetve a háztartáson belül az ember ne érintkezzen a kémiai anyagokkal vagy a vegyi anyagokkal.
Tehát itt például magát a mosogatószert is el lehet felejteni, mivel maga a fának a hatása az antibakteriális. Gyakorlatilag egy kis meleg vízzel tisztán lehet tartani. Így van. Az jut eszembe, hogy ránézek ezekre a tárgyakra, hogy egyszerre van rajta a múlt nyoma, ugye, tehát akár láthatom rusztikusnak is ezeket a tárgyakat, de akár láthatom nagyon letisztultnak. Tehát gyakorlatilag bármilyen enteriőrben el tudom őket képzelni. Neked melyik irányhoz van inkább affinitásod, vagy vonzalmad a régiekhez, vagy inkább az újakhoz? Mindegyikhez, mert az élet az úgy hozta, hogy valójában mindent meg kellett szeretnem, mert kellett régi dolgokat is készítenem, kellett modern dolgokat is. A cégemnek a neve is erre hajaz valójában, hogy maga az art design, tehát művészet és design az, ami szerintem itt egy kultúrán belül szerintem bárhova beilleszhető vagy behelyezhető. Ez mind az adott környezet fogja vonzani, hogy nézzen ki ez a dolog. Hogyha jól értem, ugye akkor tulajdonképpen a bútorok voltak először, és kis ajándéktárgyként hozzákészítetted ezeket a deszkánkat, igen. És ugye hát ebből nőtte ki magát, hogy ezek most már így szinte önálló életre kelt a vállalkozásodban ez a szegmens. De egy picit azért kanyarodjunk vissza a bútorokra, bár most azt nem hoztál, gyakorlatilag ugye túl kínálat van a bútorok területén, hiszen egyre másra nyílnak a különböző bútor áruházak, és jó, sokszor hallom azt, hogy hát igen, valamelyik azért egy pár évet kibír, de hát igazándiból évszázadokat valószínűleg ezek a bútorok nem fognak kibírni. Kik azok az emberek, akik még mondjuk megbíznak egy hozzád hasonló embert, és azt mondják, hogy készíts el nekem egy tálalót, amit még a dédunokám is ki fog tudni nyitni esetleg? Hát igazság szerint nagyon sokan már inkább hosszú távon gondolkoznak, és azok az emberek vásárolnak, illetve kérnek olyan szakembereket fel, akik minőségi dolgokat készítenek, akik hosszú távra terveznek. Tehát egy minőségi bútor az nem csak abból áll, hogy elszaladok az IKEA-ba. Tehát ott is kapható ilyen is olyanos. Mindenki maga döntése az, hogy meddig nyújtózkodik. Tehát az, hogy egy egyedileg készített bútort, vagy egy egyedileg készített használati tárgyat valaki megrendel, ott valószínű azért van, mert abban a szakemberben, vagy abban a dologban, amit ő készít, megbízik, és valószínű, hogy a tapasztalat, illetve a bemutatott dolgok alapján el tudja ezt dönteni. Hát meg nyilvánvalóan ugye a bútorok is egyediek, tehát általában nem készül két egyforma. Épp a múltkor beszélgettünk egy barátnőmmel arról, aki lakberendezéssel foglalkozik, hogy ha belegondolsz, akkor mondjuk 200 évvel ezelőtt egy család összegyűjtötte a pénzét, és megbízott egy asztalost, aki fél év, egy éves munkával elkészítette mondjuk annak a családnak az étkező bútorát, vagy a hálószoba bútorát, ami nyilván annak az asztalosnak egy évi bére volt. Tehát gyakorlatilag, hogyha így nézzük, akkor szinte megfizethetetlen kategóriája lenne ma, hogyha mondjuk te egy étkező bútort egy évig készítenél. Úgyhogy valahol érdekes ez, hogy úgy eltolódtak az értékek is, meg az arányok is. Nem teljesen, mert tehát annak idején is inkább szerintem az a fajta réteg tehette meg azt, hogy olyan bútorai legyenek, akik valójában erre rá is szánták. Tehát valakinek fontos az életében maga a környezete, valakinek nem. Régebben jobban tisztelték azokat a szakembereket, azokat az embereket, akiknek a neve fűződött ahhoz a munkához, és valójában azoknak a bútoroknak még a különböző részeiben is benne volt a mesternek a neve, vagy akár azokban a jegyekben, amik képviselték a munkáját. Valójában magával a glóriás abetűvel próbálom ugyanezt visszahozni, hogy amiket én készítek, azt valójában jegyzem is. Szoktam nézegetni, főleg a közösségi oldalon vannak ilyen érdekes kis oldalak, ahol például fából mindenféle gyönyörűség látható. Tehát nagyon sokféle dolgot el lehet készíteni, és nagyon szépen be lehet építeni tényleg akármilyen lakberendezési stílusba. Te milyen különlegességeken gondolkodsz esetleg? Vagy tervbe van-e valami, amit nem egy megszokott, de szeretnél olyasmit csinálni? Vagy csináltál-e már ilyen nagyon különleges tárgyakat? Igen, készítettem szobrokat és hangszereket is már így az életem során, ami hosszú távú egyébként, tehát olyan különleges dolgokon, hogy is mondjam, töröm a fejemet, de nem csak töröm a fejemet, mert általában ami a fejemben van, kiugrik, azt meg is valósítom, és nekiállok, és csinálom.
mind a művészetek mellett olyan tárgyakat, bútorokat is tervezek, amik majd a hosszú táv tekintetében fognak majd előbújni. Ahogy említetted, hogy azért tényleg időigényes, mondjuk egy szekrény elkészítése, az hogy kell elképzelni? Tehát bemegyünk a boltba, azt hiszük, hogy olyan egyszerű, de ugye egy kézzel, vagy egy személy esetében egy tált alatt készített bútornál nyilván ez... Hát itt valójában kinek mire van igénye? Tehát az, hogy a mai modern technológiával már különböző anyagokat lehet előállítani. Itt mindenki eldönti, hogy tehát egyértelmű, hogy ezek már jóval olcsóbbak, mint egy természetes anyaghoz nyúlni. A természetes anyagnak tudni kell a mi voltját, tehát hogy ezek mozognak, ezek dilatálnak, ezeknek megvan a különböző tulajdonságuk, hogy melyik fa mire való. Tehát eddig dolgoztam durván 30 féle fával, és szinte mindegyik különbözik, nem nagyon vannak hasonlók. Ezek mind Magyarországon fellelhető fák? Nem, hát a világon szinte mindenhol. Exotikus fák, európai fák, indonéz világból származó fák, afrikai, dél-amerikaiak, tehát nagyon sok fajta fával dolgoztam már. Van olyan fa, amely még nem került a kezeid közé, de fáj rá a fogad esetleg? Természetesen van, de én tisztelem azokat a fákat, amikkel jelen pillanatban dolgozok, mert ezek részben őshoros magyar fák, amellett, hogy Európában fellelhető fák, amik olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amivel a többi nem. A többi pedig olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami másra való, de ezek pedig nem. Tehát minden fának megvan az, hogy mit hova helyez be az ember az életében, vagy akár a szaktudása által, amit megtapasztal vele kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy az a boldog ember, akinek a munkája az a hobbija is, aki élvezi azt, amit csinálsz. Te ilyen ember vagy, Zoli? Hogy igen. Igen. Akkor szerencsés ember vagy, és mivel szeretettel készülnek ezek a tárgyak, azt gondolom, hogy ezt a rezgést azt tovább is viszik azokba az otthonokba. Említetted, hogy voltál többféle kiállításon, milyen a fogadtatása a termékeidnek? Hát én magam is meglepődtem, mert tehát elég új történet. Nem annyira új történet, csak én kicsit más koncepcióba helyezve képzeltem el a dolgaimat, és eddig nagyon-nagyon jó fogadtatása voltam kiállításokon, akár vadászkiállításon, vagy konyhaipari kiállításon is, mint újként, mint érdekességként, mint különlegességként fogadták, és nagy sikernek örventek mindenhol. Na hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, legközelebb majd reméljük betolsz valami bútort, vagy valamilyen jó kis hangszert is ide a stúdióba. Mi pedig folytatjuk, Péter Sándor már betolt ide, nem egy bútort, hanem egy fantasztikus motort, vele beszélgetünk pillanatokon belül. Hát megérkezett a stúdiónkba nagymama, azt hiszem, hogy ezzel a névvel. Nagyi. Nagyi, így ezt mondtad neki? Mi az oka? Már ez egy olyan öreg. Hát neked is így, mert Nagyi hát 58-as kiadástól. Ez azért van, mert én is 58-as kiadás vagyok. Hát most már a 60. évét karcolja is, meg én is úgy deréken. Hát azt gondolom, hogy azzal a lendülettel, meg ezzel a fajta életszemlélettel, meg vitalitással, amivel te rendelkezel, ugye az a igazi nagy rock generáció, úgyhogy nektek ezt még egy jó pár évtizedig hozni kell, ezt a lendületet. Sanyi, azt mondtad, hogy 1972-ben kezdted a motorépítést, tehát ez 46 évvel ezelőtt volt. Az egy tudatos dolog volt, vagy a sors valahogy így hozta? Hát abszolút nem tudatos volt. Hát még akkoriban egy ilyen építés, egy ilyen pedál a Simpsonon, még akkoriban nem volt egy olyan gépi háttér. Mondjuk a tanulóként az ember dolgozott, mitől a cégnél két deci pálinkáig mindent megcsináltak így frankon. Tehát amit úgy lehetett annak idején csinálgatni, azt még úgy létrehozta az ember, de a komolyabb építések már, amikor már megkaptam az MZ-t, az volt 76-ban. 75-ben megkaptam, hogy nem volt jogség, mondjuk mindig elloptam otthon a motort. Akkor motoros család vagytok. Igen, hát a fatalom is crossmotorozott még régen, amikor a Tiszavasvári felüljárónál, akkor még az nem volt. Ott volt egy crossmotorpálya, mert ugyanis régen azért elég jó motorsportok voltak Nyíregyházán, uh-huh. Salakmotor, crossmotor. Igen. De ez már így minden meghalt. Mi vagyunk itt ilyen rockerek még, akik így a motoros nemzedéket így próbáljuk fenntartani, de most már hál' Istennek egyre több fiatal is kapcsolódik ehhez a
műfajhoz. Hát igen, és ugye itt a tavasz, és ilyenkor azért sokan gyakorlatilag motorra ülnek, még azok is, akiknek egyébként lehet, hogy nincs is rutinja, tehát ez az az évszak, amikor kedvet kapnak, és kirajzanak a motorosok tömegesen, a és ugye ilyenkor sajnos nagyon sok baleset is van, úgyhogy ilyen hívjuk is föl a nézők figyelmét, hogy azért kell a rutin, kell a megfelelő nem is tudom, tanulás, és utána lehet ugye azért valóban kimenni az országútra. Egy kicsit azért térjünk vissza itt a kezdetekre. Ezek szerint te gyári motorokat kaptál, ugye? Csak valami miatt ez neked nem jött be. Hát kajakra nem. Tehát én meglátok egy gyári motort, és már flexem már viszket az ujjam, egy fűrészem szétrögtön. Rögtön kapott szét. Tehát figyelj, ez valamilyen kisgyerekkori berögződés lehet, mert a kisgyerekek szokták. Mesbosszokat nem lehetett szétszedni, tudom. Tehát én már, de tényleg úgy van vele az ember, hogy mindig, tehát az embereknek már egy szépet nyújt, az ember az már annak az illetőnek is egy ilyen lelki gyönyör végül is, nem? Most ha azt nézed, mert egy gyári motort ott látsz minden nap, hogy elmegy, de amikor egy épített motor megjelenik, azért te is, vagy akármilyen laikus ember megnézi, idősebb hölgyek is ödönnek. Persze látja azt, hogy ez nem olyan, mint amit megszoktunk, hát és ebben ugye, hát ha mondhatni azt, hogy van egy tárgynak lelke, akkor ezeknek gazdagabb lesz a lelke. Mint aki szereti az autóját, simogatja állandóan, meg becézgeti úgy. Én egy időben néztem egy sorozatot, azt hiszem, hogy amerikai volt, amiben pont motorépítők munkáját mutatták be. Igen, és látszott, hogy egyrészt hihetetlen profizmussal, felszereléssel, de borzalmas sok órát töltöttek egy motorral, és aztán annak az árát ugye volt is valaki, aki megfizette, akár megrendelésre készült. Na most ennek a motornak az esetében is azt látom, hogy csili-vili, fantasztikus, és hogy rengeteg időt töltesz ezzel. Hülye kérdés ez, hogy megéri-e, de egyáltalán Magyarországon gondolom, hogy volt sok olyan év, amikor azért nem biztos, hogy megérte ez a fajta tevékenység, amit te csináltál, mert nagyon sokat dolgoztál, és nem biztos, hogy meg tudták az emberek fizetni. Hát itt a fizető kereslet, hát nem is inkább ahova van baj, hanem tehát régen, aki motorozni akart, még nem engedhette meg magának. Most már megengedi magának, ugye, hogy vegyen egy motort, ha szeretné átalakítatni, az mondjuk elég borsos. Tehát ott a pénztárcából bele kell nyúlni rendesen. Hogy néz ki, akkor ezt most modellezik le, mondjuk valaki téged megkeres, és azt mondja, hogy szeretnék egy egyedi motort. Hoznia kell egy járgányt, vagy rád bízza? Hát volt, amit alkatrészekből. Tehát megrendeltük a blokkot, váltót, vázat. Az egyik ügyfelemnek csináltunk egy olyan motort. Tehát az direkt darabból, tehát készültek a műhelybe is. Van egyszerűen a marógép, van a sereszték, már most mindenki mondta, hogy itt reklámnak a helye. Ők CNC gépekkel dolgoznak, de nekik van rálátásuk. Most nem mindegy, elviszed egy eszelgáshoz, ez egy alkatrész. Ha nem látja át azt a dolgot, amit neki csinálni kell. Azért vettem én is már gépeket, mert ha benne vagy, akkor tudod, hogy mit csinálsz. Tehát ennyi idő, amíg összeáll egy ilyen? Relatív, van, amíg egy évig készül, van, amíg hamarabb, van, amíg három évig készül. Tehát az azért, hogy kitérte az ebben Orange-Fenci Chopper, én azt nem tudnám csinálni, ez a szalagmunkát, érted? Uh-huh. Tehát nekem besokolna az agyam. Tehát ez is ilyen alkotói szabadság, hogy jön egy ihlet, akkor megcsinálod. Mondjuk van egy tankod, és akkor mondjuk egy tankhoz építed, vagy van egy kis kütyűd, akkor ahhoz tervezed a motort. Tehát itt sokkal nagyobb az alkotói szabadság. Persze, így van, igen. Gyakorlatilag mondjuk, ha most becsöppennénk a műhelyedbe, akkor mit látnánk? Egyszerre hány motoron dolgozol? Hát most azt mondja, a barátomnak csinálok egy 1956-os Penheret, ami a szelíd motorosok volt a Peter Fondának. Meg van nekem egy 1942-es Harley Davidson, az majd most kezd, majd a projektben benne van, tehát az azért a pénztársa függ az is. Minél régebbi, bocsáss meg, annál értékesebb a járgány. Hát persze, hát itt a Harley Davidson, az nem kapsz ilyet most már. Tehát itt. Tehát ezeknek már eszmei értéke van ezeknek van. A járgányoknak. Igen, igen. Meg hát most már kereshet külföldön is. Neked hány motorod van? Amivel mondjuk, tehát egyrészt a tulajdonosa vagy nem tudom, amivel jársz. Vagy így a családban. Igen. Van, hát van egy tuningolt 1002-es Sportster, akkor van a Nagyi,
akkor van egy pedálószínszal, az ilyen, mert ilyen kis időeltés képen szoktam csinálni, veszek egy ilyen lepukkant Simpsont, megcsinálom, uh-huh. és az ott, abba kezdtem 72-ben ilyen kis Simpson, és az ilyen, hát ilyen státuszszimbólum, én nem tudom, tehát az, annak meg kell lenni, ott nincs mese, akkor van a véla, ennyi, így hirtelen dióhéjban. Ilyen van egy salakmotor. És ezeket úgy kell elképzelni, mint mondjuk az Arab Emirátusban egy arabnak így szépen perzsa szőnyegen állnak ezek a motorok. Csendi. Persze. Tehát hagyományos módon. Egy picit azért a motorozásról, vagy annak a szenvedélyéről is beszéljünk, mert gondolom, hogy azért ez is átitatja a te életed. Hát ha azt már nem érzed, akkor már ott, akkor ne csináld. Nem most csak az, hogy, hát mondjuk már, hogy mondjam, tehát nem is a korhoz, hanem ez a mai evolúció, tehát annyi autó van az utakon, hogy most mondtátok, hogy be kell jönnöm, hát egy katasztrófa, ilyen 4 óra, 5 óra között itt halálosztás van. Tehát életveszélyes gyakorlatilag, már motoron. Hát a motoros így nem nézik itt semmibe, azért mondják, hogy fú, na most a vesét cserélik tőle véred, nem kell aggódni, jön a tavasz, mindjárt jön a donor is, tudod, mert azért kijönnek az emberek az utakra, a gumit nem úgy fognak, ugyebár, mint ősszel, amikor leteszed a motort, itt nincs téli, meg nyári gumi, itt van egy adott gumi, puhaság is készítem. Kijössz tavasszal, nekem is elforgott most a hátulja, uh-huh. tehát itt roppant észnék ellen. Mennyit motoroztál, hány kilométer van a kerekeidben? Hú, nem tudom, nagyon sok. Hogyha már itt ugye beszéltünk arról, hogy rengeteg az autó, de hát nem csak Magyarországon, hanem szinte az egész világon ez elmondható. Mégis mit gondolsz, melyik az az ország, ahol mondjuk jobb motorosnak USA, lenni? Ennyi. Az USA. Hát ott elismerik, tehát itt Magyarország még nem fejlődött egy olyan szint, hogy ezeket az épített motorokat elismerjék, mert hát valakit kiküldenek egy szakácsversenyre, az egész média telepújja, hogy a szakácsverseny második lett, vagy első, de az, hogy Magyarországon kinyert világbajnokságot, erről senki nem tud. Neked milyen elismerései vannak? Hát vannak itt azért itt elég rendesen, de ott a sapka, az világbajnok második, itt amit rendeztek a humános héten, nem tudom, az volt állítólag Magyarországon az első világbajnokságban beolvasztott, vagy nem tudom ezt, hogy mondják, azt megnyerte az az épített motorom, az volt a Best of díjas. Akkor a sportterem az is magyar bajnok lett. És ezeket a versenyeket hogy kell elképzelni? Tehát oda viszi hát, mindenki a járművet, és akkor van egy zsűri, aki teszteli? Így van, igen, igen. Most és minek kell megfelelni? Hát a kritériumok, hogy tehát optikailag jól nézzen ki uh-huh. a motor, tehát a tyúkberek ne lógjanak ott össze-vissza, letisztult legyen egy motor. Hát, és nyilván, hogy működőképes. Egyértelmű. Ez alapfeltétel. Hát de mondjuk kiállításra betolják úgy, hogy nem konkrétan üzemképes a motor, de már globálisan egyben van, tehát már látják, hogy hogy fog kinézni. Azért Sanyi, neked nem csak magyar ügyfeleid vannak, hanem gondolom, hogy a világ több pontjáról is érkeznek hozzá. Hát azért annyira nem még. Annyira nem még? Na, de most, akik itt látják, majd itt a YouTube-on, meg itt-ott ki tudja, elképzelhető, de azért gondolom, hogy külföldiek is felfigyelnek egy-egy ilyen sikeres persze, hát alkotásra. Igen, tehát otthon azért van egy ilyen kis noteszom, ahol egy ilyen kis térkép, ott be van itt pöttyöző, hogy azért honnan követnek. Dolgoztam, amíg Angliában csináltam kipufogókat, mondták, hogy menjek ide, hát már hova? Már most már az ember már ott be van kalibrálva időben, azt most ki tudja, egy hónapot él az ember, vagy 20 évet, még ezt a fentélyek majd eldöntik túl. Hát sajnos erre vonatkozóan nincsenek információm, csak kívánságaim vannak, hogy lehetőleg minél többet. Nem tudom, hogy mennyire tudták megmutatni a kollégáim részletesen, még egy picit azért térjünk vissza Nagyira, mert azért minden nap nem gurított be itt a Kölcsei Televízió stúdiójában, nyilván vigyázol rá tényleg, mint a hímes tojásra. Gyönyörű szép bőr ülése van, és itt a tankon látom, hogy egy hölgyemény szerepe, ez hogy készül, kézzel? Hát ez még annak idején nem tudom, hogy ki csinálta ki Kanadába azt a tankot, és az még a régi technológiával készült, szerintem akkor még azt se tudták, hogy van retus vissza, én nem tudom, hogy készült, én megmondom őszintén. Uh-huh. Csak utána ez vissza lett csiszolva, és akkor úgy lett polírozva a tank. És akkor utána lett már egy építve, hogy tehát az én stílusomra inkább. Mert azért voltak rajta olyan dolgok, ami így nem helytálló a szemembe. Sanyi, most beszéltünk a motorokról, azért ugye az ember rád néz, ugye tényleg egy motoros arc vagy, mondhatjuk. Remélem. Azt. Milyen zenék párosulnak ehhez az életérzéshez? A kemények. A
keményebb? Hát nem ez a hörgős, de tehát én inkább, hogy mondjam, tehát a mood zenéje, a Led Zeppelin-től kezdve a Rolling Stones, de hát a maiak is nagyon tetszenek. Otthon is azok szóltak, nem Lagzi Rajcsi, tehát azért ez a stílus, ez hozza magával a keményebb stílust. Milyen koncerten voltál legutóbb, ami hát esetleg? Ott Balatonon volt, akkor volt a Tenyészáptér. Azt mondja, hogy én nem tudom, hogy Balaton az elég sok, Wall Street, Anno. Hát így, hogy mondjam, tehát így a napi munkában azért nehéz kiszakadni, hogy te most kimenjék külföldre, mondjuk egy azi koncertre. Már lemit, már azt nem látja az embert, volt Magyarországon, de pont egy motor miatt azt is el... Na, igen, hát akkor a motor... Autókajba, hát azt pípet dobtam, de hát ott volt az ügyfél, és ő már ezzel akar hazamenni, úgyhogy az benéztem a lemit, most meg már nem látom, mert szegény meghalt. Hát azt gondolom, hogy a motor van az életedben tényleg az első simán, helyen, mindenképpen. Hogyha egy hihetetlen mennyiségű pénz ütné a markod, akkor milyen motort építeni? Még többet. Még többet, még nagyobbat, még szuperebbet. Így van, hát akkor hát szerintem hát sorozatban csak Harley. Tehát akkor ez a nagy szerelem. Egyértelmű. Tehát biztos, hogy lenne még vagy 20. Hát ilyen nagyobb ütni a kezem. Hát meg kivinni a családot Amerikába egy kicsit. Elszippantani az ottani kultúrát. Egy szippantása jóból. Na hát Sanyi, nagyon szépen köszönjük. Kérlek. Balesetmentes közlekedést kívánunk. Nagyival, meg a Nagyi a összes felmenőjével és utódjával is, és köszönjük, hogy velünk voltál. És a kedves nézőknek pedig kívánjuk azt, akár motoron, akár autón, akár biciklén, vagy gyalogosan vágnak majd neki itt a hétvégének, akkor legyen nagyon szép ez a hétvége, úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottak, kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!